A hétvégén lehullott körülbelül 40 cm-es hó a Sátoraljaújhelyi Város Ellátó Szervezetnek, a közútkezelőnek, mint pedig a lakosságnak egyaránt sok munkát adott. A Város Ellátó Szervezet Sátoraljaújhely útjait teszi járhatóvá, a lakosság feladata pedig a járdák megtisztítása az ingatlanok előtt. A Keskeny utcákon nem is teljes szélességben, csak fél szélességben, hogy ne kerüljön ki az útra a hó, mert akkor meg az autók nem tudnak elmenni, de valamilyen szinten mindenhol lehetővé kell tenni a gyalogos közlekedést. Ez egyébként kötelessége is mindenkinek, tehát nem csak kérés is, hanem attól jóval több. Az üzlet tulajdonosoknak is kötelessége a járdák megtisztítása. A belvárosban, a Sétál utcai zónában szintén ugyanezt kérjük, és azt, hogy csak kizárólag azokat a szóróanyagokat használják, amelyeket szórólapokon mi külön jeleztünk erre a célra, hogy ne károsítsák az új kövezetet, amit letettünk. A hétvégén és a mai napon is folyamatosan járták az utcákat a Városellátó Szervezet munkagépei, hogy elhárítsák a hó okozta közlekedési akadályokat. Nem mindig érnek oda, és olyan tempóban, mint hogy elvárnánk, mint hogy lehetne, de hát a gépek száma is és a kapacitása is annyit enged meg, amennyit tapasztalunk, de folyamatosan haladunk a munkával, és megpróbáljuk minél hamarabb az összes utcát olyan szinten járhatóvá tenni, hogy az balesetmentes és problémamentes legyen. Aki lehet, és aki teheti, és nem lakik messze a munkahelytől, azért mégis jó lenne, hogy otthon hagyná az autóját, vagy a garázsba hagyná az autóját, mert egyben a közlekedést is könnyíti. Sok gondot okoztak az útszélén maradt autók, melyek akadályozták a hóeltakarítást. Ezeket a kis négyzeteket, ezeket a téglalapokat mindig ki kell hagyni, és előtte, mögötte elég komoly hó halmozódik föl. Azt kérem tehát mindenkitől, a városban élőktől, azoktól, akiknek ez a feladatuk, hogy járják a várost, takarítsák le a közvetlen környezetüket a hótól, hogy minél hamarabb normális, konszolidált helyzet alakuljon ki a városban. A térség útjait a közútkezelő munkatársai próbálták járhatóvá tenni a hétvégén. Gondot okozott azonban az intenzív havazás mellett az erős szél. Dolgoztunk, elmentünk egy szakaszon, végigmentünk rajta, elengedtük az autókat, 30 perc alatt visszatértünk, ugyanúgy befújta a szél. Ilyen hófúvásban szórni gyakorlatilag értelmetlen, és nem is csináltuk, hanem a főúthálózatot, illetve a térségi összekötő utakat próbáltuk meg mindenféleképpen tartani. Utána, amikor volt egy kis szuszorási időnk, akkor a bekötőutakra jutott a helyzet. Hát most a szélelátával tudjuk azt most megcsinálni, hogy szélesítjük és hómarózással szélesítsük az utakat. És most kezdődött el a szórás is. A mai napon Bodrog közben 3, a hegy közben pedig 2 autóval dolgozott a szervezet, valamint Sátoraljaújhely térségében és a főútvonalakon is végezték a hóeltakarítást, az utak szélesítését és a szórást. Kimondottan ezzel településünk nem volt. Olyan viszont volt, amikor elakadtak autók, és a mentésre ki kellett menni, addig nem tudtak elmenni, vagy buszakadt el, de olyan településünk, ami egyértelműen azért lett volna elzárva, mert hófátfúvás volt, olyan nem volt. Nehezen megközelíthető a települések, viszont most is vannak még, de egy nyomon minden megközelíthető.